Ennek az önarcképnek több furcsasága van. Egyrészt van egy roppant szuggesztív pillantás, amit Csontváry nagyon szépen megragadott. Tehát ezt a nézést, ezt nem felejtjük el, aki ezt a képet megnézi, azt magával ragadja Csontváry tekintete. De az igazán különleges az, hogy ugye ez egy tükörből készült önarckép. Csontváry jobbkezes volt, és ezt onnan tudjuk, hogy egy barátja, Lakos Alfréd lerajzolta őt, és ott látszik, hogy ő jobbkézzel dolgozik. De az igazán érdekes, hogy a jobb kezével, amit a balnak látszik, rajzol a vászonra. Egy ilyen szén csonk van a kezében, a másik kezében pedig ott van a paletta az ecsetekkel. Na most egyik festő sem dolgozik így, egyszerre, ugye? Tehát ebben is van egy bizonyos komplexitás, ahol egyrészt érzékelteti, hogy először fölrajzolom a kompozíciót, és utána fogok hozzá a festéshez. De itt is tulajdonképpen azt a teljességet mutatja meg, hogy én rajzolok és festek. Nekem mind a kettő fontos, és ahhoz, hogy egy kép elkészüljön, ahhoz mind a kétféle tudásomra óriási szükség van. És szükség van az érzékeny színlátásomra is, amit az üres vászon színes gazdagságán is észlelhetünk. Még ez a viszonylag monokróm kis önarckép is, ami itt van mögöttem, ez is egy végtelenül színes és színgazdag kompozíció. Már maga az üres vászon, amit Csontváry fest, az is a sárga, a kék és a zöld árnyalataiban játszik, mert Csontváry pontosan észrevette, hogy a fehér vászon egy sárga szobában, ahova besüt a nap, az nem fehér, hanem annak egészen más színei vannak. Tulajdonképpen ezen az önarcképén is azt demonstrálja, hogy ő milyen érzékeny színlátó képességekkel rendelkezik. Ez a legkülönlegesebb benne, és ez az, ami a mai nézőt is lenyűgözi. A színességnek a, mondjuk úgy, hogy teljessége, komplexitása, ami mégse tarkaság. Tehát azért harmóniát teremt, és egy rendszert teremt a színek világában. Úgyhogy ez felülmúlhatatlan. Ünnepélyes öltözetben van tulajdonképpen nyakkendővel és szépen. Ez a kép ez olyan, mint egy vizsgakép, ami biztos, hogy korábban készült, mint az eddigi szakirodalom gondolta. Tehát ez 1894-ben a müncheni tanulmányok végeztével kellett, hogy elkészüljön, amikor Csontváry azt mondta, hogy ez vagyok én, Kostka Tivadar, ezt tudom, erre vagyok képes, és ezen az úton fogok elindulni. A Csontváry nevet azt majd csak 1900-ban vette föl.